csúcs szezonja van a kiadó ingatlanoknak. A piac augusztusban és szeptember elején tetőzik, ilyenkor keresnek a legtöbben bérelhető házat vagy lakást. A kereslet a felsőoktatási ponthatárok megjelenésével indul meg jelentős mértékben, szeptemberre pedig megcsappan a kiadó albérletek száma. Éppen ezért fontos, hogy a szerződő felek tisztában legyenek a hosszú távú lakáskiadás legfőbb szabályaival. Az első és a legfontosabb az, hogy kérjük le a tulajdoni lapját annak az ingatlannak, amit ki szeretnénk bérelni. Ezt megtehetjük ügyfélkapun keresztül, évi 2 ingatlan adatlapja ingyenesen elérhető bárki számára, hiszen a tulajdonosok ott rögzítve vannak. Nem biztos, hogy az a tulajdonos van előttünk, aki egyébként a tulajdonos, vagy többen vannak tulajdonosok, és azért érdemes mindegyikkel beszélni a bérlésről, és a bérleti szerződést ennek megfelelően megkötni, illetve bátran el kell kérni a személyi igazolványát a főbérlőnek. Itt ebben a városban nem jellemző, de nagyobb városokban volt már olyan, hogy a bérlő próbálta továbbadni az ingatlant bérbe, úgyhogy erre nagyon oda kell, sarkalatos pont, hogy a tulajdoni lapot ellenőrizzük. Az otthon szakértő szerint minden esetben írásban kell rögzíteni a bérleti feltételeket. Fontos, hogy a bérlőknek legyen érvényes lakásbérleti szerződésük, amely minél részletesebb, annál jobban védi a feleket. Nagyon fontos, hogy egy olyan bérleti szerződést kössenek a felek, ami minden pontra kitér, kitér a kaucióra, kitér a bútorzatra, kitér arra, hogy egy vagy két bérlő lesz, kitér arra, hogy kifizeti a rezsit, azt elszámolás alapján fizetik, tehát ilyen havi beolvasás alapján vagy általány alapján fizetik. Fontos az, hogy a közös költséget, a várható karbantartásokat kivállalja. Fontos lehet az is a társasházak esetében, hogy az ingatlanra ugye van társasházi közös képviseleti közös biztosítás, de az ingóságokra is térjünk ki, hogyha valamilyen gond, probléma van, akkor az ne érje érzékenyen a bérlőt. Tulajdonképpen nagyon fontos az, hogy benne legyen a kauciónak a mértéke, a kauciónak a bérel az az ideje, hogy mondjuk 2 hónap vagy 1 havi kaució, és hogy ezt az 1 vagy 2 havi kauciót ezt le lehet-e bérelni, hogyha a bérleti szerződés megszűnik. Fontos lenne az is, hogy határozott időre kössük meg a bérleti szerződést. A havi lakbér kifizetését mindenképpen dokumentálni kell. A legegyszerűbb, ha a bérlők átutalással fizetnek, és a közleményrovatban feltüntetik a dátumot és a bérleti díj megnevezést. A szakértő szerint bútorozott ingatlan esetén érdemes dokumentálni az ingóságok állapotát is. Minden egyes bútort fényképezzünk le, hogy milyen állapotban vettünk át. Hogyha műszaki hibás a hűtő vagy a mosógép, akkor nem feltétlenül kell kivenni ezt az albérletet, vagy le kell írni, hogy ezt meg fogjuk javítani. Hogyha nem utalással fizetjük ki az albérleti díjat, hanem készpénzben, akkor kérjünk a főbérlőtől egy átvételi elismervényt, mert ezek nagyon fontosak, és a későbbiekben gondot okozhat. A lakáskiadás szabályaival kapcsolatban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleményt is kiadott a közelmúltban. Többek között arra hívják fel a figyelmet, hogy a lakáskiadáshoz nem kötelező adószámot kiváltani. Ha a bérbeadó magánszemély és nem turisztikai céllal adja ki az ingatlanját, akkor a bérbeadás főszabály szerint áfamentes. A teljes bevételéből a jövedelem 2 módon állapítható meg. A tételes költségelszámolással a bevételt csökkentik az igazolható költségek és az értékcsökkenés. A másik lehetőség pedig, hogy a teljes bevételből 10% költséghányad levonásával állapítja meg jövedelmét a bérbeadó. A jövedelem után negyedévenként adóelőleget kell fizetni, és az éves SZIA bevallásban ingatlan bérbeadásból származó jövedelemként kell feltüntetni. Az adó mértéke 15%.